Önök az MTN Televízió hír összefoglalóját, a hírhetet látják. Jó estét kívánok! Nézzük mai legfontosabb híreinket. Vasútvillamosítás. 2016-ra ígérik a gyorsabb vonatközlekedés Sátoraljaújhely és Szerencs között. Folytatódik a közmunkaprogram Sárospatakon. 130 munkanélkülit vesznek fel a következő hetekben. A 8-as körzetben Csernai Ferencné, a Sátoraljaújhelyi Fidesz jelöltje. A magyar állami vasutak saját forrásból és uniós pályázati támogatásból villamosítaná a Mezőzombor Sátoraljaújhely közötti 40 kilométeres vasúti szakaszt. A korszerűsítést 2016-ra ígéri a MÁV, addig pedig a Bodrog keresztúr Olasziszka Tolcsva és az Olasziszka Tolcsva Sárospatak szakaszon cserélik ki a pályát. A közelmúltban a térség polgármesterei közös levélben kérték, hogy újra legyen Intercity járat ezen a vonalon is. A MÁV decemberi menetrendváltásra ígért egy pár Intercity járatot a főváros és Sátoraljaújhely között. Utoljára 2012 őszén volt vasúti pálya felújítása a Mezőzombor Sátoraljaújhely közötti 40 kilométeres szakaszon. Akkor Bodrog keresztúrig cserélték ki a vasúti simpárt. Felújítás után a menetidő nem lett rövidebb, csupán az utazás lett kényelmesebb. Az igazi előrelépés az itt élőknek a vasútvonal villamosítása lenne. A MÁV ígéretei szerint 2016-ban ez a fejlesztés is elkezdődhet. A vasúttársaság saját forrásából és uniós pályázatból szeretnék megvalósítani a régen elkészült terveket. A MÁV az úgynevezett ICOP-os uniós projektbe fölvette a tagjai sorába, hogy úgy mondjam, ezt a beruházást, és ha minden jól megy, akkor 2016-ra be tudjuk fejezni a teljes villamosítást. De addig is, hogy ne álljanak meg a munkálatok, hiszen 2015 végéig, 16 elejéig van érvényes építési engedélyünk, hogy ne veszítsük el az építés folyamatosságát, ezért már a MÁV az elmúlt esztendőben 1 milliárd forint beruházást hajtott végre a pályatest felújításával Bodrog keresztúrig. Jelentem, tovább folytatódik. A vasút villamosítás előtt saját forrásból pályafelújítást is tervez a MÁV két szakaszban. Bodrog keresztúr és Sárospatak között cserélik ki a simpárt, ez saját forrásból kivitelezi majd a társaság. A vonatközlekedés jobbátételére már most is lenne mód. A közelmúltban a térség polgármesterei levelet írtak a MÁV vezetőihez, hogy újra közlekedjen Intercity, Sátoraljaújhely és a főváros között. A vasúttársaság nem zárkózott el a kéréstől. Hogyha befejeződik a legkritikusabb szakaszoknál a 40 és a 60 kilométeres korlátozás feloldás, ami várhatóan, tehát ez év november 30-áig megtörténik, akkor nagy esélyünk van arra, hogy én azt kértem a MÁV vezetésétől, hogy napi egy pár Intercity-t kapcsoljanak be, reggel föl, este pedig vissza. Amennyiben az ígért vasútvillamosítás megvalósul, a menetidő a főváros és Sátoraljaújhely között 3 órára csökken. Megújuló energia felhasználásának előkészítéséről, az Empléni Fesztivál ideje alatt borterasz üzemeltetéséről és a Start munkaprogram folytatásáról is döntött Sárospatak város önkormányzatának képviselőtestülete. Az augusztus 1-től induló Start munkaprogramban 130 főt terveznek foglalkoztatni 4 részterületen a városban. Egy hét sem telt el, már is újabb rendkívüli testületülés megtartására volt szükség Sárospatakon. A polgármester ezúttal is több határidős feladat, valamint pályázat miatt hívta össze a képviselő testületi tagokat. Aros János elmondta, néhány önkormányzati intézményt napkollektorokkal szeretnének ellátni a jövőben, amelyhez megkezdték a pályázati előkészítést. Most, amiért össze kellett hívni a rendkívüli testületülést, elsősorban egy pályázatnak a benyújtása volt, hiszen napelemes rendszer telepítésével szeretnénk jó néhány intézményünknek a rezsiköltségét jelentős mértékben csökkenteni. Az ezzel kapcsolatos közbeszerzési eljárásról tájékoztattam a képviselőtestület tagjait, illetve hirdettük ki az a nyertes, aki a pályázatot el fogja készíteni, és ez a pályázat általuk kerül majd beadásra. A polgármester hangsúlyozta, olyan szerződést készítettek elő, mely szerint
szerint esetleges eredménytelenség esetén nem éri anyagi veszteség az önkormányzatot, de természetesen a céljuk, hogy sikeres legyen majd pályázati szereplésük, és alkalmazhassák az önkormányzati intézményeken a megújuló energiát. Négy területen, belterületi utak karbantartásával, mezőgazdasági út karbantartásával, belvízelvezetéssel és értékteremtő munkával. Heteken belül folytatódik a Start munkaprogram. Erről is döntöttek a sárospataki képviselők. Döntöttünk a 2014. évi Start munkaprogramnak a beadásáról is, hiszen augusztus 1-től újra lehetőségünk lesz. Most 130 foglalkoztatottat foglalkoztatni egyrészt a korábbi programokban, másrészt pedig új programoknak a kialakításával. Itt a korábbi elemeket fogjuk folytatni, illetve utcabútorokat, önkormányzati intézményeknek a felújítását szeretnénk majd ezzel a programmal elvégezni. Tehát 130 főt fogunk tudni augusztus 1-től foglalkoztatni, és több mint 81 millió forint érték az, amelyre a pályázatot benyújtjuk. A sárospataki önkormányzati képviselők azt is megszavazták, hogy nem csak erkölcsileg, anyagilag is támogatják a fiatal pataki borászok kezdeményezését, miszerint a Zempléni Fesztivál ideje alatt borteraszt működtetnének a társaságok a Makovec téren. A tervek szerint az egy hét alatt délután 5 és este 11 óra között minőségi tokai borokat lehet majd kóstolni a város új főterén, amely több fesztivál programnak is a helyszíne lesz. Negyedszer is Csernai Ferencnét indítja a Fidesz-KDNP a Sátoraljaújhelyi 8-as választási körzetben az őszi helyhatósági választáson. A jelölt szociális szakember, aki emellett tapasztalt politikus is, hiszen 3 cikluson át elnöke volt a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak, és képviselte Sátoraljaújhely déli területein, valamint a Károlyfalván élők érdekeit az önkormányzatban. Csernai Ferencné 2002 óta tagja a Sátoraljaújhelyi képviselőtestületnek. Munkáját az általa képviselt 8-as számú választókerület lakossága is elismeri, amit az mutat, hogy a legutóbbi 3 választáson kimagasló fölénnyel nyert. Csernai Ferencné képviselősége mellett az Egyesített Szociális Intézmény igazgatója is, amelyet jelentős mértékben sikerült fejleszteni az utóbbi években. A helyi Fidesz-KDNP csoport és számos civil szervezet támogatását is maga mögött tudhatja az őszi választáson. Azt hiszem, hogy most már talán a legkönnyebb dolog, amikor ajánlanom kell egy képviselőt a választópolgároknak, hiszen Csernai Ferencné képviselőtársam az a típusú önkormányzati képviselő, aki folyamatosan járja a körzetét, kapcsolatot tart az ott élőkkel, a családokkal, összeírja és megpróbálja megoldani azokat az égető problémákat, amelyek fölmerülnek, akár személyre lebontva, de egészében véve is, tehát koncepcionálisan is mind a két részét, a Károlyfalva és az újhelyi részét kiválóan képviseli. Itt, én csak azt tudom mondani, hogy csak így tovább. Az a feladat és az a munka, ami előttünk áll a következő majd 5 éves ciklusban, valóban források, lehívások, pályázatok tömkelege várható, minél több legyen, jusson erre a két körzetre is, hiszen mint hallható, mint látható, van munka bőven, van mit javítani, van mit és van kinek segíteni. Ezt a szociális érzékenységet pedig munkájából kifolyólag is, hiszen az Egyesített Szociális Intézmény vezetője eddig is kiválóan viselte és képviselte, úgyhogy ezt várjuk tőle a következő időszakban is. Csernai Ferencné szerint sok eredményt sikerült elérni az elmúlt 4 évben, de azt mondja, bőven van még tennivaló. A következő 5 évben szeretne a feladatleltárban összegyűjtött minden problémára megoldást találni. Szociális szakemberként, intézményvezetőként és képviselőként nagyon jól ismerem az itt élők szociális problémáit és nehézségeit. Én úgy gondolom, hogy igyekeztem az eltelt időszak alatt a várost és az itt élőket megfelelő módon képviselni. Én ezt a munkát szeretném folytatni. Vannak elért eredmények. Én lényegesnek tartom a szociális ellátórendszer tárgyi feltételeinek a javítását. Most folyó beruházásként az idősek otthona felújítását, hiszen a demográfiai adatok azt mutatják, hogy egyre több az idős ember, akiről gondoskodni és foglalkozni kell velük, és örülök annak is, hogy az Arany János utcának a járda felújítása megtörténik. Természetesen azzal is tisztában
abban vagyok, hogy még nagyon sok a elvégzendő feladat, ehhez készült a feladatleltár, és bízom benne, hogy az eltelt időszak munkája alapján továbbra is támogatást kapok, hogy ezt a munkát tovább folytathassam. A 8-as számú választási körzet a város déli részét jelenti, és ide tartozik Károlyfalva is, ahol a képviselő a játszótér felújítását és a csapadékvíz elvezetés megoldását tartja a következő 5 évben megoldandó két legfontosabb feladatnak. Huligánsz koncert, szabadtéri színház és várostrom. Csak 3 esemény, amelyre sok látogatót várnak Sárospatakon a turisztikai szezon közepén. Az önkormányzat kezdeményezésére az utóbbi években minden helyi érdekeltet bevonva állítják össze a város rendezvény naptárát. A polgármester örömét fejezte ki, hogy a nyár során egyetlen hétvége sem telik úgy el a városban, hogy ne lenne valamilyen közérdeklődésre számot tartó rendezvény. Még az év elején elkezdődött az idei sárospataki programok egyeztetése az önkormányzat, az egyházak, a civil szervezetek és számos sport, valamint egyéb területen működő szervezetekkel. A gazda kulturális és szórakoztató programok rendezvények sora elektronikus és nyomtatott formában is elérhető. Aros János azt mondja, meglepődtek, milyen sokrétű színes lett a programnaptár, ráadásul a 2013-as év rendezvény kínálatát is felülmúlták Zemplén idegenforgalmi és kulturális fővárosában. Az előttünk álló hétvége izgalmas programokat kínál az önkormányzat jóvoltából. Péntek este egy nagyszabású Hooligans koncert óriási érdeklődésre tart számot, előtte egy sárospataki előzenekar, a Dopping zenekar várja majd a gyülekező vendégeket. Nagyon sokan jelezték már, hogy jegyet kívánnak vásárolni erre a rendezvényre. Ezt követően most már 5. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Nemzeti Múzeum, Rákóczi Múzeum a szervezésében az Ostrom hétvége, amely az előző nyáron is óriási sikert aratott. Szombaton tehát az Ostrom hétvégére várunk mindenkit szintén a vízikapuhoz, a vár alatti területre, ahol az Ostrom hétvége lebonyolítására kerül majd sor. Az este is érdekességeket tartogat ingyenes szabadtéri színházat a Vízi Kapunál, ahol Fitos Dezső társulata előadásában a Magyar Falu című táncszínházi előadást látható majd. Másnap vasárnap pedig kora délután lesz a több száz fő részvételében zajló Várostrom. A jövő héten sem lehet majd unatkozni Sárospatakon, amikor is az önkormányzat sikeres pályázatát követően megrendezik a Borpatak rendezvényt, ezzel egy időben pedig ünneplik a Bodrog Néptánc Együttes fennállásának 60. évfordulóját. Itt a főtéren, a Makkovec téren egy nagyon nagy érdeklődésre számot tartó koncertet a Gimes Együttesnek a koncertjének lebonyolítására kerül majd sor. Ezen a hétvégén ünnepli 60. születésnapját a Bodrog Néptánc Együttes. Egy nagyszabású gálaműsorral várjuk majd az ide látogatókat július 26-án, itt szintén a Makkovec téren, ezt követően pedig Péterfi Bori and a Love Band zenekar koncertjére kerül sor. Közben végig borászatok mutatják be a portékájukat, lehetőség lesz kóstolni. A Bodrog Néptánc Együttes ünnepi hétvégének részeként a Makkovec Imre téren emléktáblát is felavatnak majd a 90 évvel ezelőtt született Sipos György főiskolai tanár tiszteletére. Böjte Csaba ferences rendi szerzetes dévai árva otthonának lakói jártak Sátoraljaújhelyen. Az erdélyi kirándulók Nyíregyházáról jöttek a városba, az ott működő katolikus Caritas önkénteseinél nyaralnak a dévai gyerekek. Böjte Csaba pártfogoltjait Szamosvölgyi Péter polgármester is fogadta a városházán. Déva és Sátoraljaújhely több száz kilométerre fekszik egymástól, egy napra mégis közelebb kerültek egymáshoz a két településen élők. Legalábbis azok a gyerekek, akik a Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekotthonának lakói. A nyíregyházi katolikus Caritas önkéntesei évek óta nyaraltatnak dévai árvákat, most egy napra Sátoraljaújhelyre is ellátogattak. A fiataloknak ez az egy hét jelenti a nyári kikapcsolódást. És hány éves korod óta élsz Déván, tudod-e? 11. Mi a Dévai házban élünk, a Szent Ferenc Alapítványon belül, és 250-en vagyunk, 250 gyermek, 25 nevelő, és hát Déva a Szent Ferenc Alapítvány központja.
Böjte Csaba ferences szerzetes már 21 éve működteti Déván és most már szerte Erdélyben azokat az árvaházakat, családotthonokat, ahol elhagyott vagy szüleik nélkül maradt gyerekek élnek. Most már 5000 gyereket nevelnek az alapítvány munkatársai. A Dévai Szent Ferenc Alapítványnak már 11 éve van kapcsolata a nyíregyházi Karitásszal, akik a náluk nyaraló 30 gyereknek programokat szerveznek. Azt szeretnénk elérni, ami a legfontosabb, hogyha idejönnek, akkor lássák azt, hogy Magyarország az én hazám, és milyen fontos az, hogy idehaza az anyaországban mekkora szeretettel fogadják őket. Főleg úgy, ha például most nemrég elmondtam a polgármesternek, is van olyan gyermek köztük, akinek a szülei románok voltak, teljesen lemondtak róla a szülők, és beadták Böjte Csabához. És amikor ezt a gyermeket most megkérdezik, hogy akkor most te román vagy magyar vagy, akkor azt a furcsa választ adta, ami szívet melengető számunkra, azt hiszem, hogy ugyan a szüleim románok, de én már szívemben magyar vagyok. Szamosvölgyi Péter polgármester a rövid látogatás alatt bemutatta a gyerekeknek a város múltját és jövőjét, és meginvitálta őket a kalandparkba. Jó érzés az, hogy Újhely is, vagy Zemplén is, mint egy célterület fölmerült a programban, és itt is vannak. Beszélhettem egy kicsit a városról, a történelméről, egyáltalán Zemplénről, a Borvidékről, hiszen 500-600 kilométerre vannak tőlünk, de mégiscsak a Nagy Magyarországnak ugyanúgy ők is, mint mi is a részei voltunk. A rövid városházi látogatást követően a dévai és nyíregyházi gyerekek a kalandparkban töltötték a napot. Elkészült a Mikóháza határában kialakított záportározó. A közel 360 millió forintos beruházás célja, hogy a Bozsva és a Ronyva patak áradása esetén megvédje a településeket az árvízkároktól. Másfél év alatt völgyzárógát, oldaltöltés, vész és árapasztó bukókát készült. A töltéshez madárlest és pihenőt is kiépítettek, amely a kerékpározók kedvelt megállóhelye már most is. Az elmúlt két év aszályos időjárása után nehezen tudjuk elképzelni, hogy a jelenleg alig csörgedező Bozsva patak 2010-ben milyen jelentős károkat okozott Mikóházán. A megduzzadt Bozsva pedig a Ronyva patak határmedrében és az árapasztójában is áradást okozott Sátoraljaújhelyen. Hogy ilyen még egyszer ne fordulhasson elő, Mikóháza önkormányzata záportározó építésére nyert támogatást. Közel 360 millió forintból épült meg a védbű, amely völgyzárógátat, oldaltöltést, vész és árapasztó bukógátat tartalmaz. Van egy nyílás, van egy víznek egy nyílása, lyuk, lehet ilyet mondani, ami ezen a nyíláson átfér nagy vízmennyiség esetén, azt átengedi Mikóháza és Sátőr irányában, ami pedig nem, az pedig visszatorlassza arra 82 hektára 2 millió köbméter mennyiség erejéig. Na most, hogyha ezt a mennyiséget meghaladja, és az a tározó tele van, akkor a tározó tetején van egy ilyen bukó szerűség, ami átbukik a gát felett a víz, és tovább folyik Mikóháza irányában. Azt jelenti, hogy a 2011-es árvízkor mért mennyiség, ami másodpercenként nem tudom hány száz köbméter volt, tehát ezt a vízmennyiséget körülbelül 4-5 napig tudja tartani ez a gát, és ezáltal Mikóházát és Újhelyt maximálisan meg tudja majd védeni. A védmű építéséhez 5%-os önerőt biztosított Mikóháza önkormányzata, amelyet az önerő alapból szeretnének visszakapni a közeljövőben. A záportározót 5 évig Mikóháza működteti, majd átadják azt az államnak üzemeltetésre. A tározó a kerékpárútról is megközelíthető, ide madárlest és pihenőket építettek ki. Most azt tervezzük, hogy a gát tetején, ha valaki végigmegy kerékpárosan, akkor Mikóháza településre vissza be tud fordulni már a kerékpárjával, ezért egy másik uniós támogatás segítségével, amit a Turisztikai Destinációs Menedzsmenti Iroda pályázott, tanösvényt létesítését tervezzük. A most megépített bozsvai záportározó nem csak Mikóháza, hanem Sátoraljaújhely védelmét is szolgálja ezentúl, hogy a 2010-eshez hasonló nagy anyagi károkat okozó árvíz ne fordulhasson elő még egyszer. A Magyar Csipkekészítők Egyesülete már 26. alkalommal rendezi meg továbbképző hetét. A csipkések találkozójának helyszíne idén Sárospatak, amely város nem csak váráról, református kollégiumáról, hanem Lórántfi Zsuzsanna református úrasztalterítőiről is nevezetes. A csipkehét témája így az úrasztalterítő, úri hímzései és azok díszítő csipkéi.
A Magyar Csipke Készítők Egyesülete minden évben az ország más-más városában rendezi meg az Országos Magyar Csipkehetet. Idén Sárospatakra érkeztek, ahol a városban működő az éven 40 éves jubileumát ünneplő Lórántfi Zsuzsanna hímző műhely tagjaitól tanulnak. Azért is esett választásuk Patakra, mert itt egyedi hímzési megoldásokat sajátíthatnak el. A reneszánsz idejéből fennmaradt úri hímzés elsajátítása a Csipke hét legfontosabb feladata. A főuraink udvaraiban a török buják, a törökök hozták magukkal a varróasszonyaikat. Onnan került leginkább a selyem szál és az arany, ezüst vonal, azt a kereskedők Törökországból hozták. Itáliából, Velencéből és Nyugat-Európából pedig a brokátokon, ezeken a gyönyörű szövött selyem alapanyagokon is érkezett a minta, és ennek a hármas hatás nyomán alakult ki a reneszánsz idején egy egyedi, csak Magyarországra jellemző hímzés típus, ez a bizonyos úri hímzés. Zalaegerszeg, Oroszlány, Tatabánya és sok más településről érkeztek vendégek Sárospatakra, hogy a díjnyertes ma már különlegesen fontos helyi értékként számon tartott úri hímzéssel a sárospataki textil kultúrával ismerkedjenek meg. Mondjuk az egyesületünknek az az egyik célkitűzése, hogy a magyar csipkéket, azt felkutassuk, amit meg már megvan, azt feldolgozzuk, oktassuk, hogy ne vesszen kárba. És hát itt pedig az a, volt a célunk, hogy egy kicsikét a Lóránfi hagyatékba beletekintsünk, és ennek a csipke kultúrája is, hát ne csak a múzeumban lehessen látni, hanem feldolgozásba, hát tovább visszük, megpróbáljuk továbbvinni ezt a szép technikát. Az egyesülete a varrott és vert csipkékkel egyaránt foglalkozik. Igyekeznek minden fontos lépését lejegyezni egy-egy tájegység adottságainak, amelyet tovább örökíthetik az évszázados kulturális örökséget. A Magyar Csipkekészítők Egyesületének valamivel több mint 180 tagja van, de országosan 400-nál is többen rajtuk keresztül szerzik be az információkat. A csipkekészítés a textil kultúra rejtelmeiről. És nézzük főbb híreinket még egyszer. Vasútvillamosítás. 2016-ra ígérik a gyorsabb vonatközlekedés Sátoraljaújhely és Szerencs között. Folytatódik a közmunkaprogram Sárospatakon. 130 munkanélkülit vesznek fel a következő hetekben. A 8-as körzetben Csernai Ferencné a Sátoraljaújhelyi Fidesz jelöltje. Önök a Zemplén Televízió híradóját látták, híreinket újra megnézhetik a www.zemplentv.hu weboldalon is. Ha kérdésük, véleményük, témajavaslatuk van, írjanak nekünk a zemplentv@zemplentv.hu e-mail címre. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!